Williams Televízió. Egyre feljebb araszol a tabellán a VFC. Urbán Flórián edzőt kértük az eddigi eredmények értékelésére. Hát hál' Istennek a csapat tényleg jól teljesít. Ülle óta is sikeresek voltunk. Igaz, itt a múlt héten a Nagykörös ellen egy kis baki becsúszott, mert sajnos egy gól nélküli döntetlent játszottunk a Nagykörössel, amiben sajnos a csapat, azt mondom, hogy ilyen gyengén még nem láttam játszani a játékosokat. Valahogy fejben nem voltak itt a mérkőzésen, de rengeteg technikai hibát vétettek. Ezáltal nem is tudtuk feltörni a nagyon jól védekező Nagykörösnek a védelmét. Sajnálom, de én azt gondolom, hogy ez a talán időzőben jött pofon, én azt gondolom, pont jókor jött, hiszen van hátra még 4 forduló, ahol minden ilyet meg kell nyernünk ahhoz, hogy a céljainkat meg tudjuk valósítani. Az Üllő elleni 6-0, ez azt jelenti, hogy akkor fejben nagyon ott voltak? Ott voltak mindenféleképpen. Van ellenfél és ellenfél között is van különbség. Az Üllő az valamivel gyengébb játékerőt képviselt, mint a Nagykörös. Ott a játékosok kreatívabbak voltak, jobban tésztettek, de mindig azt mondom, hogy a labdarúg az nem gép, tehát ők is emberből vannak. Vannak olyan periódusok, amikor nem sikerül semmi. Ez a Nagykörös, ez ilyen volt. Említette, hogy még 4 mérkőzés van hátra. Ezek milyen csapatok? A 4 mérkőzésből az egyik a Zérd, ami a rangadó. Most a hétvégén Török Bálintra látogatunk. Mindenképpen a győzelem a legfontosabb, hogy ezt megszerezzük 3 pontot. Utána pedig jöhet a csúcsrangadó az Zérd ellen. Hazai pályán fogadjuk az Zérdet, akik most jelen pillanatban 2 ponttal vannak előttünk. Az egyik igazi nagy rangadó lesz, utána pedig még megyünk Százhalombattára és fogadjuk a Dabasgyön csapatait. Nem egyszerű mérkőzések, de mint korábban is mondottam, nekünk 4-ből 4-et meg kell nyerni. Pontok tekintetében hogy áll a csapat a tabellán? Azértől vagyunk 2 pontra lemaradva, mögöttünk pedig a túra azt hiszem 4 vagy 5 ponttal van. 2 döntetlenünk van és 9 győzelmünk, jelen pillanat még vereség nélkül. Én bízom benne, hogy így maradt, hogy vereség nélkül fogjuk zárni ezt a félszezont. A szurkoló száma egyenes arányban növekszik a teljesítménnyel. Mi a tapasztalat? Úgy veszük észre, hogy nyáróta a szurkolók nagyobb létszámban látogatják a mérkőzéseket, de azt így nem mondhatnám, hogy hétről hétre növekszik, és 50-100 fővel emelkedik a nézőszám. Akik jönnek, akik a nyáron vannak, azok folyamatosan jönnek, látják, hogy a csapat, ez egy másik csapat már, mint ami tavaly volt, ez egy igazi csapat. A játékosok szívüket, lelküket kirakják a pályára, még ha a játékban nem is úgy játszanak, mint mondjuk a Nagykörös ellen, de akkor is hajtanak, teszik a dolgokat. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon erre lehet igény, és nem arra, hogy az ügyeskék a fülökön pörgessék a labdát, az a cirkuszba való. Jelenleg milyen a csapat? Vannak-e még olyan pontjai, ahol erősíteni vagy változtatni kell, tartja szükségesnek? Változtatni mindig kell. Kell a versenyhelyzet. Télen valószínűleg fogunk is változtatni, de nem úgy, hogy 5-6 vagy 8 játékost fogunk elküldeni vagy idehozni. 2-3 helyen biztos, hogy kell majd erősítés, de jelen pillanatban ezzel a kerettel dolgozunk. Nem is áll úgy szándékunkban ugye elküldeni senkit, de hogyha találunk esetleg 2-3 jobb képességi, vagy az adott posztra jobb képességi játékost, akkor ezt hozzuk, hanem akkor nem. Ezekkel a játékosokkal kezdtem el a nyarat. Én azt mondtam, hogy én bennük bízok, az ő fiaim, nekem a fiaim, 20 játékosom van, nincs olyan szándékunk, hogy most jelen pillanatban nekem, hogy most valakit is elküldenék, de értelemszerű, hogyha téren találunk olyan, vagy van rá lehetőségünk olyan játékost hozni, aki esetleg jobb az adott poszton lévőnél, akkor azt megpróbáljuk megszerezni, de ez maximum 2-3 fő lehet, többen egyáltalán gondolkozok. Gondolom nem lenne az ön stílusa, hogyha most kiemelne néhány embert, hogy kik azok, akikre valóban a legjobban tud építeni, de azért megkérdezem, hát ha mégis válaszol. Hát nincs ilyen. Egyértelműen a csapatban gondolkozok, itt nincsenek az, hogy most valaki jobban teljesít, vagy most éppen a kapus kivédi a 11-est, akkor ő most nagyon jó lenne, vagy a csatárunk rúgja a gólt, tőle nagyon jó lenne. Azért csapat, mert a kapusnak az a dolog, hogy kivédi a 11-est, a csatárnak az a dolog, hogy rúgjon gólt. A védőnek az a dolog, hogy szereljen, a középpásnak az, hogy szervezze játékot. Tehát én nem gondolkozok egyénekben, én csapatban gondolkozok. Jelen pillanatban a csapat teszi a dolgát, úgy érzem, hogy egy nagyon jó közösséget sikerült kialakítani. Egységesek, bízom benne, hogy ez elviszi őket a következő 4 fordulóra is, hiszen mint korábban is mondottam, ez nagyon fontos 4 mérkőzés lesz, hogy az őszi szezon végén a tabella elsőjén álljunk. Az ön igényeinek és elvárásainak jelenleg megfelelő a teljesítmény? Megfelelő.
én azt úgy látom, hogy a játékosok teszik a dolgokat, ahogy edzenek, a szenzációs. Tehát öröm nézni, hogyha valaki jön egy edzésre, akkor öröm nézni, hogy csinálják a dolgokat, hiszen amatőr játékosokra van szó, akik a futball mellett dolgoznak. Tehát délután dolgoznak 3-4-5 óráig, és utána jönnek 6 órára edzeni, és úgy mennek, hogy ez öröm nézni. Tehát a játékosok maximálisan azonosak azzal, amit én elképzelek, csinálják a dolgokat, nagyon jól edzenek, szendesen edzenek, néha a mérkőzésen ez nem mindig jön ki. Mindig elmondom nekik, hogyha az edzéseken nyújtott, mutatott teljesítményt, nem szeretek százalékban beszélni, de hogyha csak a felét átvinnék a mérkőzésre, akkor mindenkinek egy 4-5 gólt gurítanánk. Ez nem így van, a mérkőzés ez más, ott ellenfél van. Nem mindig úgy alakul, hogy szeretnénk, de egy rossz szavam sem lehet a játékosokra, mert nagyon tisztességesen végzik a dolgokat. Nagyon komoly sport, nagyon jó sportemberek, de erre mondhatnám azt, hogy nem véletlen, mert én választhatom ki őket. William.